Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Ma két témát hoztam. Az egyik a marosvásárhelyi reptérálom. Arról fogunk beszélgetni, hogy milyen terveket dédelget a légi kikötő Kolozsvár árnyékában és Brassó fenyegető közelségében. Nyilván lehet, hogy nem helyes ezt a helyzetet ennyire véresen komolyan lefesteni, árnyalja majd a meghívottam, ha indokoltnak tartja. Tehát reptérálom, amely nem valósulhat meg pénz nélkül. Szó lesz arról, hogy mennyi lett idén az annyi. És ha már számok, lassan egy hete, hogy készhez kapták próbavizsga dolgozataikat a nyolcadikosok, míg eddig csak a román jegyek miatt fájhatott a szülődiák tanártriónak a feje, most már itt van a matematika osztályzat is. A koalíció az Oktatásért Szövetség vészharangot kongat, a gyenge eredmények miatt az oktatási módszerek felülvizsgálatát kérik. Erről lesz szó a műsor második felében, a reptérrel kezdünk. Peti András, a Transzilvánia Nemzetközi Repülőtér igazgatója vendégem. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves tévénézőket is. Bő egy évtizeddel ezelőtt volt egy igen komoly reptérháború a kolozsvári és a marosvásárhelyi reptér között, azért, mert idézem, a Maros megyei tanács közpénzt juttatott a marosvásárhelyi repülőtéren történő földi kiszolgálás céljaira. A mostani támogatás, arról fogunk beszélgetni, hogy a Maros megyei önkormányzat mennyivel támogatja a Transzilvánia nemzetközi repülőteret. Tehát a mostani támogatás védhető, vagy abból is majd lesz néhány hónap múlva egy ugyanilyen történet? Hát az az igazság, hogy 10 év alatt nagyon sokat fejlődött a jogszabályi környezet, mind az Európai Unió szintén, mind Románia szintén. Természetesen a csatlakozást követően minden európai jogot kell alkalmazni Romániába is. Ugyanakkor az is megállapítás nyert bírósági szinten, hogy Európában minden reptér egymással versenyben van. Az akkori kifogásai a kolozsvári reptérnek, noha erősnek tartom a háború kifejezést, ők jeleztek egy törvényességi kifogást, ami arról szólt, hogy kizárólag gazdasági tevékenység működésére biztosított volna, esetleg ez egy feltételezés, mai napig nem nyert bizonyosságot, közpénzből, tehát fejlesztett volna a marosvásárhelyi reptér. Jelen pillanatban még mindig a kivizsgálás folytatódik, nem záródott le. Ez azóta sem történt, akkor sem történt így, és azóta sem soha. Tehát ez arról szól, hogy a reptér állami kötelezettséget lát el, reptér infrastruktúrát kihasznál, vagy hasznosít, és gazdasági tevékenységet folytat. Tehát mi három különböző tevékenységet, hogy még többet értsen a kedves tévénéző, tehát az állami tevékenység az például a reptéri biztonság, tűzoltó szolgáltatás és orvosi első segélynyújtás biztosítása. Tehát ezt nem lehet gazdasági szempontból mérlegelni, erre lehet elkülöníteni állami támogatást semmilyen versenyhivatali szabályozás nélkül. A versenyhivatali szabályozás valójában az infrastruktúra kihasználására, hasznosítására vonatkozik, ott nagyon szigorú szabályok mellett önrész biztosításával részesülhetünk állami támogatásba, illetve van egy kizárólag gazdasági tevékenység, például az autóparkolónak a működtetése, arra nem részesülhetünk, és nem is részesültünk sohasem állami támogatásba, illetve közpénzből. Ha jól adtam össze, 13 millió lejről van most szó idén? Megközelítőleg igen. Mire lesz? Mire kell elég legyen? Mire tervezik felhasználni? A prioritás az Európai Uniós visszanemtérítendő forrásból megvalósuló infrastruktúra fejlesztés. Ugye mi a reptér három sikeres pályázatot nyújtottunk be és valósítottunk meg. Egyet sikeresen le is zártunk, egy nagyon közel van, hogy sikeresen lezárjuk, és a harmadik legnagyobb mértékű idei, tehát eddigi legnagyobb történelmi szempontból legjelentősebb és legértékesebb pályázat, azt reméljük, hogy az idén sikerül befejezni. Ehhez szükséges önrészt, a 2%-ot biztosítja a megyei önkormányzat, a mi fenntartónk, és hát itt mindig el kell mondjam, hogy nélkülük, az ők segítségük nélkül nem sikerülne semmilyen ilyen nagy horderejű beruházást megvalósítani, ez a megyei önkormányzatnak és Péter Ferenc elnök úrnak köszönhető. Másodszorban pedig vannak azok a
beruházások, amit, amint említettem már, mi a saját költségvetésünkből szükséges elvégezzünk, és a harmadik ugyancsak abban a 13 millióba belefér az a beruházás sor is, amit a megyei önkormányzat tud finanszírozni a törvényeknek megfelelően. Például egy új mentőautót szeretnénk vásárolni, ezzel is a szolgáltatások minőségét javítjuk, növeljük, akkor is, amikor akár egy utasnak orvosi sürgősségi ellátásra van szüksége. Mikor lesz látható eredmény, hogy ezek a tervek, ezek mikor érnek révbe, hogy melyik lesz az első, amelynek örülhetnek a reptér? Gyakorlatilag már lezártuk az eszközbeszerzést, 4 reptéri kiszolgálást elősegítő eszközt sikerült megvásárolni körülbelül 3,5 millió euró értékben. Ezek között található például egy fantasztikus új generációs nagy kapacitású repülőtéri tűzoltóautó és egyéb más eszközök. Hamarosan át fogjuk adni a tűzoltóállomást, illetve korszerű csomag és személyellenőrző berendezések, illetve hát az idén a legnagyobb horderejű beruházások, remélem, hogy sor kerül az átadására. Ez egy 10.000 négyzetméteres utasfogadó terminál és még 2 nagy kapacitási repülőgépnek a parkoló lehetősége. Beszéljünk egy picit a jelenről, illetve a jövőről az utasszámok tekintetében. Tavaly 260 ezer és valahány utasa volt a Marosvásárhelyi Nemzetközi Repülőtérnek, és az imént említettem a 2011-12-es Kolozsváros történetet, akkor 2010-ben 74 ezer utasa volt a reptérnek, és 2011-re 240 ezerre nőtt az utasszám, tehát 74-ről 240 ezerre, és akkor volt 12 járat. Most hány járat van? Ez annak idején, hogy mielőtt válaszoljak, hogy értsék a tévénézők is, hiszen egy kicsit lehetetlennek tűnik. Ez akkor történhetett, ilyen ugrásszerű utasforgalom növekedés, amikor a légitársaság végül is a legnagyobb partnerünk, vagy a legfontosabb, egy repülőgép bázist létesített itt Marosvásáron. Az azt jelenti, hogy reggel innen indult, és éjszaka ide érkezett, közben megtett 2-3 célállomást, gyakorlatilag hetente 21-szer jött-ment nagyjából ez a repülőgép, és ez képes ilyen forgalmat generálni. Ahhoz képest, hogy nekünk a múlt évben például 7 célállomásunk volt, amiből 4 egész évben működött, és 3 időszakosan a nyári időszakban, 263 ezer utast értünk el. Tehát gyakorlatilag most mi a magyarázat? A magyarázat egyrészt az, hogy a repülő foglaltsága nagyobb arányú, illetve a repülőgép kapacitása is megnövekedett. 2011-ben még csak 180 férőhelyesek voltak ezek a repülők, most 240, tehát csak a repülő kapacitásának a növekedéséből lehet számítani egy 35%-os növekedésre. Mi a cél utasszám tekintetében és járatszám tekintetében? Nyilván a járatszám nem tudom mennyiben függ a Vásárhelyi reptértől. Nem a reptér mondja meg, hogy hová utaztasson egy légitársaság, hanem tulajdonképpen a légitársaságok döntenek, ilyen hölgyválasz van. Gyakorlatilag a légi közlekedés egy ugyanolyan fontos üzletág és teljes mértékben profit irányultságú, mint bármilyen más gazdasági tevékenység. Lehet itt még inkább érvényesül az, hogy a légitársaság ott üzemeltet járatot és oda arra a repülőtérre megy, ahol úgy gondolja, hogy a megtérülési lehetőség, a kockázat kevés, és a megtérülési lehetősége nagy, illetve a profit rátája minél magasabb. Természetesen, hogy ahhoz, hogy ezeket a méréseket elvégezzék, ők nagyon sok adatforrásra támaszkodnak, még az intelligenciát, mesterséges intelligenciát is igénybe veszik. Természetesen, hogy mi azon kívül, hogy az infrastruktúrát biztosítjuk, magasan képzett személyzetet biztosítunk, mindent lehetővé teszünk, vagy megteszünk annak érdekében, hogy egy légitársaság megtalálja a számításait, legutolsó sorban az utasok fognak számítani, milyen fizetőképes kereslet van, hányszor utaznak egy régióból. Ugye Románia
Romániában a múlt év volt a legjobb év ilyen szempontból. Átlagban egy román állampolgár egyszer utazott egy évben. Na most ahhoz, hogy egy menetrend szerinti járat fennmaradjon, ahhoz heti két alkalommal kell működtetni azt a desztinációt. Az azt jelenti, hogy heti 400 utasra van szükség jövet, és 400 utasra menet. Ez azt jelenti, hogy bármilyen célállomás, új célállomásra gondolkozunk, például már többször megpróbálták bevezetni a római járatot, 800 utasra lett volna szükség minden héten, ez sajnos elmaradt az elmúlt években. Felvezetőben Kolozsvárról és Brassóról beszéltem, Kolozsvár árnyékában van a Marosvásárhelyi reptér, talán 3 millió fölött van az évi utasszám, illetve ott van Brassó, amely feltörekvő, nyilván Nagyszeben ott van, ott talán 800 ezer az évi utasszám. Tehát 550 ezer volt a tavaly, Brassóban 80 ezer. Tehát Brassó fenyegető közelsége, mennyiben árt a Marosvásárhelyi reptérnek, most nyilván Kolozsvárral talán annyira elhúzott, hogy nincsen, amit foglalkozunk. Tehát amint említettem, van már bírósági döntés arra vonatkozóan, hogy a repterek Európa szinten versenyben vannak, hát még ugyanazon belül, a régión belül. Ugye hozzánk Kolozsvár van a legközelebb után, tehát nagyjából 100 kilométerre, Szeben 120 kilométerre, Brassó 160 kilométerre. Elnézést, félbeszakítom, talán Alin Tisé volt akkor a Kolozs megyei tanácsnak az elnök, amikor arról beszélt, hogy a Marosvásárhelyi légi kikötő legyen egy ilyen kifutó pályája a kolozsvárinak. Mennyire életképes egy ilyen elképzelés? Az elmúlt években nagyon sok elmélet született, hogy hogyan kellene optimizálni ezeket a reptereket, akár úgy, hogy az éjszakai járatokat átköltöztetni Kolozsváron, Marosvásárhelyre, hogy Kolozsváron inkább üzleti alapú célú forgalom szülessen, és elsősorban napközben nemzeti légitársaságok, a Marosvásárhely egy ilyen tartalékszerű backup típusú repülőtér legyen, ahol inkább a fapados légitársaságok, akár inkább a kora reggeli és késő esti órákban működtessenek járatot, de még olyan elmélet is született, hogy a magyar-lónai katonai repteret lehessen átalakítani kettős felhasználású civil és katonai célokra, és így egységesíteni a Kolozs megyei, illetve Maros megyei utasokat. Nagyon sok más elmélet született. A lényeg a következő, hogy én elképzelhetőnek tartom, sőt szükségesnek, hogy legyen együttműködés a repterek fenntartóinak, hiszen ez a négy reptér tekintetében mindenhol a megyei önkormányzat, és szülessen egy politikai döntés ennek az együttműködés a hogyantjáról és módjáról. Ebben látok fantáziát addig, ameddig ez az utasok érdekeit tartja szem előtt, azaz nem szeretném, hogyha mondjuk akármelyik megyéről legyen szó, de elsősorban nekünk a Maros megyei lakosok érdekét tartjuk szem előtt, hogy kiszolgáltassuk a Maros megyei utasokat, akármelyik másik reptér érdekében, hanem egy olyan megoldást látok én elképzelhetőnek, ahol minden utasnak az érdekeit figyelembe tartjuk, és az ők szempontjait az, hogy olcsón utazhassanak, és minél közelebb a lakóövezetükhöz. Valószínű, hogy a főszerkesztő úr tudja azt a statisztikát is, hogy például Romániában, Kolozsváron a legdrágábbak átlagban a repülőjegyek. Én azt gondolom, hogy a verseny az jót tesz, elsősorban az utasok szempontjából az utasok érdekét kell. Zárásként igazgatóra, Marosvásárhelyi repülőtéren 17 és 18 között volt egy jelentős fejlesztés, közel 57 millió lejből. Akkor másfél évig szünetelt az utasforgalom. Most a mostani fejlesztések miatt kell ilyenre számítanunk? A tender kiírásban mi maximum 10 napot engedtünk meg a kivitelezőnek, hogy szüneteltesse a működésünket, de mi azon dolgozunk, hogy ez a 10 napot lehetőleg lefaragjuk, lehetőleg egy napot se kelljen felfüggeszteni a működésünket. Legyen így, Peti András, a Marosvásárhelyi repülőtér igazgatója. Köszönöm, hogy itt voltam. Én is köszönöm a lehetőséget.